Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hortai Olivér, a századvég gazdaságkutató energetikai üzletágának vezetője. Szenzációs kínálatunk volt Vitályos Eszterrel, kezdtük, aztán itt volt Szabó György rabbi, Hiller István, aki előttünk pörög, és természetesen Fodor Gábor is itt volt, és elmondta mindenkinek, hogy, és akkor majd jön Hortai Olivér, aki megmagyarázza nekünk, hogy egyáltalán hogy tudjuk ezt az egészet mi gazdaságilag túlélni, milyenek lesznek az energiaárak, és hogy ezek a zöldek vajon még zöldebbek lesznek, gondolok itt a németekre, meg vagy eltűnnek, vagy átfestik magukat, vagy mi lesz velünk. Jó reggelt kívánok, szeretettel szép köszöntöm reggelt a kedves nézőket. Igen, az adás előtt itt a váróban beszélgettünk Fodor Gáborral, megnéztem, hogy a beszélgetést is. És én optimista vagyok, tudnilik az európai parlamenti választáson a zöldek elveszítették a mandátumaik negyedét. Ami ez annyit jelent, hogy Németországban újraindítják az atomreaktorokat? Nem, valószínűleg ennyire közvetlen hatása nincs ennek ez az ez annyit jelent, hogy Meloni le fogja szerelni a napkollektorokat? Meloni már tett lépéseket, amelyek az ellenkező irányba mutatnak, mint az elmúlt 4-5 évet, vagy talán még hosszabb időt uraló zöld ideológia. Tudnélik, most bevezettek egy olyan intézkedést, hogy a mezőgazdasági földterületeken csak úgy lehet napelemeket telepíteni, hogyha azokat megemelik körülbelül 2 méterrel magasra, és ezzel nem fedezték fel Amerikát. Izraelben lassan 10 éve csak úgy lehet, hogy a föld meg kell, hogy maradjon olyan magasra, hogy egy traktor alatta el tud menni, és lehet használni a földet is. Igen, de ilyen típusú intézkedésekre korábban az Európai Unióban nagyon korlátozottan került sor. Lehet, hogy egy pár dologban az Európai Unió le van maradva? Szerintem az Európai Unió kénytelen változtatni a radikális zöld politikáján. Tehát, hogyha így lesz ez a védővámok esetében is? Ez egy már... Én azt remélem, hogy igen. Ha megengedi szerkesztő úr, először a zöld ügyekre visszatérnék. Tehát ha megnézi szerkesztő úr az energiaárakat, a széndioxid kvóta árakat, az üzemanyag árakat, akkor egyértelműen látható, hogy az Európai Uniónak egy nagyon súlyos versenyképességi hátránya van. A villamos energia árak az ipari szereplők számára 2-szer annyiba kerülnek, mint Amerikában, és 3-4-szer annyiba, mint az ázsiai szereplőknek. Hogy maradhatunk így versenyképesek? Hát ez a nagy kérdés. A széndioxid kvótárok 8-szor annyiba kerülnek, mint az Egyesült Államokban, és 10-szer annyiba, mint Kínába. Ez nagyon súlyos versenyképességi problémákat okoz már most is, és ezt az európaiak is érzik, részben az ipar helyzetén, részben a saját bőrükön. A századvég Európa projekt kutatásának eredményei azt mutatják, hogy ma az Európai Unióban a polgárok negyede nem képes anyagi okokból felfűteni a saját otthonát, és évente legalább egyszer előfordul bele, hogy anyagi okokból nem képes kiegyenlíteni a közüzemi számláit. Tehát egy nagyobb, ezek az arányok az energiaválság előtt... 3 perccel ezelőtt azt mondta, hogy ön optimista. Igen, abban a tekintetben vagyok optimista, hogy változás lehet lesz. Tehát szerintem ezek olyan erők, olyan robosztus folyamatok, amik abba az irányba kell, hogy tereljék az európai politikai elitet, hogy a radikális zöld politikáján változtasson. Én azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy Németországban mondjuk a nukleáris energia tekintetében fordulatra kerül-e sor. Tudnélik, koalíción vannak a zöldek, akiknek egy identitásképző elemük az atomellenesség. De hogyha az Európai Unió egészét nézzük... Bukni. Igen, itt azért műszaki problémák is vannak, de egyébként a CDU már jelezte, hogy változtatni kell a korábbi zöld politikán. Szerintem nem az atomerőművekkel fogják kezdeni a változásokat, hanem mondjuk például a széndioxid kvóta költségekkel, tehát azokkal a környezeti adókkal, amelyek most olyan többletterhet raknak az energiaárakra, ami a jelenlegi árszinteknél nehezen indokolható. Tudnélik, akkor éri meg, ezek mögött, az eszközök mögött az az elképzelés,
hogy mesterségesen megemelem az energia árát, azért, hogy azzal attraktívabbá tegyem a környezetvédelmi beruházásokat. Csak hogy most már az energia árak olyan magasak az Európai Unióban, hogy semmi értelme mesterségesen tovább emelni azokat, mert nem a környezetvédelmi beruházások válnak attraktívvá, hanem csődbe mennek a vállalatok. És ezért előbb vagy utóbb ezeket vissza kell vágni. Olivér, segítsen nekem. A migráció, a korlátlan migráció, a harmadik világból Európába áramló emberek nem arról híresek, hogy környezetvédők, ők még nem jutottak el odáig, és Isten látja lelkemet, ők ugyanolyan kreditet kapnak, mint amit én akarok magamnak. De vajon ez segíteni fog? Vagy azért van rájuk szükség, mert olcsóbban lehet őket dolgoztatni? Vagy miért? Hisz akkor, amikor Európa az én olvasatomban egy süllyedő hajónak tűnik, hisz nem csak nem tartják be az alapszerződéseket, hanem az előbb elmondottak szerint nem gazdaságos, és minden, ami nem profit, az az én szótáramban lósz. Akkor kellenek még plusz potya utasok? Nem sokkal egyszerűbb emberileg gondoskodni róluk, know-how-t adni nekik, hogy elkezdjék a mezőgazdaságnál, vagy otthon csináljanak valamit, és megpróbálni arra összpontosítani, akik itt vannak? De, hát szerintem érdemes onnan indítani ezt a kérdéskört, és majd a kínai ügyekre is visszatérhetünk, mert azok is nagyon izgalmasak, hogy szerintem az Európai Unió egy nagyon súlyos demográfiai problémával küzd, és erre a politikai elit egy részének az a válasza, hogy akkor migrációra, tömeges betelepítésre van szükség. Csak hogy az empirikus irodalom, a tudományos eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy minél nagyobb a kulturális távolság két populáció között, annál súlyosabb problémákat társadalmi. És akkor ezzel már alá is támasztotta, hogy nem Breuer Péter a rasszista, hanem ezek a kulturális különbségek alkalmatlanná teszik arra, amire szeretnék használni őket. Nagy mennyiségben én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy az az elképzelés, hogy az Európai Unió demográfiai problémáját majd nagy mennyiségű migrációval ellensúlyozza a politikai vezetés, az tévút. Én azt gondolom, hogy elsősorban az Európai Uniónak a saját kis kertjén belül kell rendbe tenni a problémáit. Mert hogy lépcsőfokokat nem lehet a feudalizmusból egyből beugrani a kapitalizmust. Tehát vannak lépcsőfokok, ameddig kulturális és egyébben eljutnak oda. A környezetvédelmet említette szerkesztő úr, a gazdaságpolitikai gondolkodást említette szerkesztő úr, de szerintem általánosságban kulturális távolságról érdemes beszélni. Ennek vannak leágazásai, hát de ez megjelenik számos területen. De segíteni tudunk, mert hogyha például a műanyagokat nem fogják elégetni, hanem ha megtanítjuk őket arra, illetve gazdasági támogatást adunk, akkor talán nem fogják a levegőt szennyezni és ilyen lábnyomokat hagyni maguk után. Ez a hozzáállás hozzám is közelebb áll, hogy a problémát ott kell megoldani, ott kell orvosolni, ahol keletkezik, de legalábbis nem szabad összemosni a két problémát. Tehát az Európai Unió demográfiai problémája egy kérdés, azokon a területeken tapasztalható környezetszennyezés, ahol mondjuk még a gazdasági feltételek nem teszik lehetővé, hogy környezetbarátabb módon működjenek, az egy másik kérdés. Az, hogy bizonyos területekről menekültek indulnak el mondjuk háborús ügyek miatt, az egy harmadik kérdés. Ezeket érdemes külön-külön kezelni és nem összemosni. Szerte a világon helyi háborúk vannak, és ezekből a helyi háborúkból bármikor lehet egy világháború. Vajon Európa föl van arra készülve, hogy megvédje saját magát? Akkor is, hogyha több európai tagállam a NATO-nak is tagja. Hát az a kérdés, hogy mi ellen... Gazdaságilag. Gazdasági értelemben az Európai Unió nem lehet túl büszke az elmúlt néhány évére. 1990-ben a hozzájárulása a globális GDP-hez 26,6% volt, ez mostanra 18,3%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok megtartotta azt a nagyságrendileg 25-26%-os hozzájárulását, ami jellemző volt rá 1990-ben, tehát ez stagnált, és számos ázsiai ország pedig nagyon jelentősen
megemelkedett. Ez azt mutatja ez a mutató, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikai, geopolitikai súlya csökkent. A következő időszakban az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az ereszkedő pályát megállítani, hogyan lehet, sőt, ha lehet visszafordítani, és az Európai Unió hogyan képes növelni a gazdaságpolitikai befolyását. Ami szerintem egy tévút, az az, hogy ezt úgy tegye meg, hogy kereskedelmi konfliktust vállal más országokkal. Az Európai Unió egy nyitott gazdaság, abból képes profitálni, hogy kereskedik, importál és exportál, és ezért tartom nagyon aggályosnak, és itt visszakanyarodnék egy korábbi kérdéshez, hogy az Európai Unió éppen egy széleskörű kereskedelmi konfliktusba készül belelépni Kínával. Kína az EU legnagyobb importpartner és harmadik legfontosabb exportpiaca, így a kereskedelmi konfliktus potenciális következményei még sokkal súlyosabbak lehetnek, mint az Oroszországgal kapcsolatos konfliktus következményei, amit már megtapasztaltam. Tehát, hogy lefordítsam a nézők kedvéért magyarra, amit mondott. Kína nem csak exportál, hanem importál is. És hogyha Kína nem fog importálni Európától, akkor Európa nagy bajba lesz. Pontosan ezért állhat elő az az abszurd helyzet, hogy az Európai Bizottság a kínai elektromos járműgyártók ellen bevezetendő büntetővámokat azzal indokolja, hogy az európai járműgyártókat védeni kívánja, de az európai járműgyártók több ízben jelezték, hogy nem kérnek ebből a védelemből, kifejezetten tiltakoznak a vámok ellen. Az elmúlt hónapokban a Mercedes, a BMW, a Volkswagen több ízben nyilvánosan kiállt a büntetővámok ellen, azért, mert számukra egy nagyon fontos exportpiac Kína, és azért, mert ezek a cégek gyakran gyártóüzemekkel, időnként támogatott gyártóüzemekkel rendelkeznek Kínában. Tehát, hogyha elindul egy konfliktus, egy eszkalálódó konfliktus, akkor ezeknek a vállalatoknak nagyon súlyos kárai keletkezhetnek a potenciális kínai válasz intézkedésekben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában dr. Holtai Olivért, a századvég gazdaságkutató energetikai üzletágának vezetőjét, és mindegy ifjú titánt hallottak, hisz már régen nem csak gazdaságról, hanem európai demográfiáról, gazdaságpolitikáról, meg egyáltalán gondolkodásról beszélünk. Tartsanak velünk!